Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a ma esti webináriumon, amelynek témája a pályázat a digitális témahéten. Azt a címet adtuk ennek az előadásnak, hogy a jó pályázat titkai, és szeretnénk azoknak segíteni, akik ezután fogják benyújtani a pályázatukat, vagy azoknak, akik már benyújtották, de szeretnének rajta esetleg módosítani. Olyan tanácsokat szeretnék adni, amelyek az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok alapján adódnak, hiszen, hogy úgy mondjam, közel voltam a zsűrizéshez mindig, és mindenféle tapasztalatot összegyűjtöttem. Hát először is megnyitottuk ezeket a szuper titkos aktákat itt, és ebben fogunk betekintést nyújtani számotokra. Nézzük meg, hogy milyenek a pályázatnak a körülményei, miről beszélünk. Ugye a digitális témahét, mert talán mindenki tudja, hogy már 5. alkalommal került megrendezésre, és ez egy olyan projekt, amelynek a gazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a koordinációt pedig a DPMK, vagyis mi, vagyis a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ végzi. És hát tulajdonképpen bárki csatlakozhat ehhez a digitális témahéthez, akár óvoda, akár iskola, akár határon túli intézmény is, és hát a tanév rendjében benne szokott lenni, idén március 23-a és 27-e között volt ez a dátum, de ismerjük az okát a pandémia miatt, most egy különleges digitális témahét, vagyis digitális témahetekre került sor, és tulajdonképpen a lényege az, hogy a pályázati határidőt meghosszabbítottuk május 31-ig, ennek következtében aztán most még bőven van lehetőség csatlakozni is, projektet is megvalósítani, valamint pályázatot beadni, elkészíteni és beadni. Nézzük, hogy milyen kritériumokat írtunk elő, amikor a pályázatokat kiírtuk. Tehát a legfőbb kritériumokat kimásoltam a digitalistémahét.hu-ról, mégpedig azon belül is van egy pályázat oldal, azon lehet ezt olvasni. Tehát a pályázatok elbírálását egy általunk felkért zsűri végzi. Külső és belső munkatársak vesznek ebben részt. A nevüket természetesen nem árulhatom el, és nem is árulom el. Ezek a szempontok, amik itt látszódnak, tehát az, hogy valóban projektről legyen szó, tehát tényleg projektpedagógiai elvek érvényesüljenek, ez az egyik legfontosabb a feltételek közül, kizáró feltétel, tehát hogyha valaki benyújt egy nagyon jó dolgot, de az nem projekt, akkor azt nem is értékeljük tovább. Fontos célja a digitális témahétnek a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. Természetesen ezt figyeljük, hogy a projekt során ez megvalósul-e. Fontos, hogy a gyerekek és a tanárok használják a digitális technológiát, mégpedig tudatosan és alkotó módon. A projekt illeszkedjen a tantervi előírásokhoz, jelen esetben mondjuk a NAT-hoz és a kerettantervekhez, azokhoz, amelyek éppen hatályosak.
Fontos, hogy legyen egy eredeti beadott pályázat, minél több újszerű ötlet lenne jó. Figyelünk arra, hogy a szakmai tartalom rendben legyen, nagyon sokféle szakos zsűritag van, és természetesen fontos, hogy milyen a dokumentáció és milyen a formai része a pályázatnak. Ezeken fogok most én végigmenni, és adok ötleteket, magyarázatot arra, hogy mire figyeljetek oda akkor, amikor a pályázatot beadjátok, annak érdekében, hogy esetleg nyerjetek. Sajnos nem tudom garantálni azt, hogy mindenki nyerhet, de az biztos, hogy igyekszem olyan tanácsokat adni, amelyeket, ha megfogadtok, akkor az növeli az esélyeket. Kezdjük azzal, hogy a pedagógiai projekt kritériumai, azok mit jelentenek pontosan. Mi sokszor elmondtuk, hogy a digitális témahéten a lényeg az, hogy a diákok digitális kompetenciájának a fejlesztése valamilyen projektformában kell, hogy történjen, és az, hogy projektről van egy szó, azt elég gyorsan lehet látni általában, hiszen nagyon lényeges, hogy mit csinálnak vajon a tanulók. Tehát a tanulók a tanár által készített nagyszerű tartalmat megnézik, kipróbálják, kitöltik, játszanak vele, vagy pedig a tanulók önállóan végeznek tevékenységeket, ők maguk alkotnak, a főszerep azon a tanulóké, a hangsúly azon van, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan dolgoznak, hoznak létre valamit, ez a projekt jellemzője. Tehát, hogyha mondjuk egy tanár készít egy szuper jó játékot, mondjuk, és a gyerekekkel ezt kipróbálják, lejátszák, az egy nagyon klassz dolog, de nem lesz projekt. Tehát az nem ezt a kritériumot már nem tudja teljesíteni. Tehát ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó dolgokat lehet csinálni akkor is, ha valaki nem projektben gondolkodik, de a digitális témahéten akkor tud részt venni valaki, hanem ilyen projekt, ha valamilyen projektszerű tevékenységben gondolkodik, és ezt azért mondom így, mert azért a projektszerű és a projekt az egy szélesebb spektrumot jelent. A projektben mindig kell legyen egy eredmény, egy publikus termék, valami, ami a végeredménye, vagy több köztes eredményből áll elő. Ugye ez rögtön látszik a projekt leírásánál, hogy és mi volt a célja a projektnek, és az a valami, az létrejött-e, hiszen a projekt a pályázatot az dokumentálni szokták a kollégák, és akkor abból rögtön látszik, hogy mi lett a vége. Készítettek egy, nem tudom, egy programot, egy honlapot, egy kiállítást szerveztek, mi történt a végén, mi az, amit közösen a gyerekekkel hoztak létre a tanárok. Volt-e benne tanulók közötti együttműködés, kollaboratív munka? Volt-e értékelés mindvégig, mégpedig az értékelésnek többféle formája is, erről fogok még beszélni, és a gyerekek aktivitása során jó, hogyha minél komplexebb gondolkodási készségek fejlesztése történik, tehát egy kicsit kutakodnak, elemeznek, értelmeznek helyzeteket, vagy pedig alkotnak, létrehoznak valami újat a gyerekek. És ezen közben nagyon fontos, hogy fejlődjön a digitális kompetencia. Azt tulajdonképpen a zsűri külön nézi, hogy ténylegesen mennyire fejlődhetett vajon a gyerekek digitális kompetenciája a projekt során.
Tehát például, hogyha azt nézzük, akkor lehetnek olyan projektek is, amiben egyáltalán nem fejlődik, tehát mondjuk valami kézműves foglalkozások során nagyon jó projektmunka lehet, de mondjuk lehet, hogy nem használnak semmilyen digitális technológiát, ettől még a projekt jó, de mint digitális témahét projekt kevésbé, az a fontos, hogy a gyerekeknek fejlődjön a digitális kompetenciája. Az nagyon jó dolog, ha tanáré fejlődik, de ha a gyerekeké fejlődik, az az igazi szuper dolog. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a témával kapcsolatban, milyen témájú projektekkel lehet sikeresen pályázni. Hát itt tulajdonképpen amit figyelembe kell venni, az, hogy tulajdonképpen bármilyen téma elfogadható, csak feleljen meg a tantervi céloknak és elvárásoknak, tehát olyan témák, amelyek az iskolába valók, vagy az iskolában elfogadhatók. Ugyanakkor minden évben a digitális témahéten vannak úgynevezett kiemelt témák, ezek évről évre hasonlóak azért, például nagyon hangsúlyozni szoktuk, és ezzel általában nincsen probléma, hogy a multidisziplináris megközelítés nagyon jó dolog, biztatjuk a kollégákat arra, hogy több tantárgy bevonásával gondolkodjanak projektben. Itt a több tantárgyat úgy kell érteni, hogy ugyanabban a projektben több tantárgy is részt vesz. Tehát nem arról van szó, hogy valamit csinál a biológia tanár, meg valamit a fizika tanár, meg valami harmadikat az irodalom tanár, de igazából ez nem egy projekt, hanem három különböző érdekes digitális technológia alkalmazásáról szól, akkor az nem a legszerencsésebb, sőt egyáltalán, viszont akkor, hogyha ugyanabban a projektben több tantárgy is részt vesz, az nagyon jó. Jó a munkamegosztás szempontjából is, meg abból a szempontból is, hogy a gyerekek egy kicsit jobban látják így a világot. Biztatni szoktuk a kollégákat arra, hogy az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére gondolkodjanak, ne feledkezzünk meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztéséről és bevonásáról a projektekbe. Aztán fontos idén a digitális témahéten a nevelési oktatási intézmények közötti együttműködés bátorítása. Évek óta fontos a külhoni magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása. Ugye ez két dolgot is jelent, az egyik az, hogy részt vehetnek ők is a digitális témahéten, és pályázhatnak is, és nyerhetnek is. Erre az elmúlt években jócskán volt példa, de számukra külön díj is van, amelyet a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága szokott kiírni, mi idén is megtette, úgyhogy idén is egy erdélyi, egy felvidéki és egy vajdasági iskola is nyerhet ebben a kiírásban, de ezek az iskolák ugyanúgy pályáznak a többiekkel együtt. Aztán idén újdonság, hogy a digitális biztonság a mindennapi pénzügyeinkben, ez egy kiemelt téma. Az intézményen belüli együttműködés a pedagógusok között, gyermekvédelem, digitális gyermekvédelem, médiatudatosság, valamint a közgyűjtemények digitális tartalmainak alkalmazása. Ezek olyan témák, amik igazából kiemeltek, mert nagyon fontosak, nem kötelező ezekben lennie a projektnek. Igazából ez egy bátorítás, hogy ezek nagyon jó területek, érdemes erre odafigyelni.
Nyilván vannak itt olyanok, amelyekből több is alkalmazható, tehát több is ezek közül egyben megjelenhet egy projektben. Következő kérdéskör az, hogy vajon pedagógus vagy intézmény pályázik. Tehát van pedagógusoknak szóló pályázati kategória, több is, külön díj is, és van intézményi kategória is, több is. Mikor melyik számít, vagy mikor adjuk be intézményként, és mikor adjuk be pedagógusként, ez felmerül ez a kérdés, és erre a kiírásban találjuk meg a választ. Ugye, hogyha a pedagógus megtervez és megvalósít egy projektet, esetleg akár többen is lehetnek ezek a pedagógusok. Tavaly például a pedagógus fődíjat egy páros nyerte, tehát két kolléga. Akkor az egy pedagógus pályázat formájában kerülhet be. Az intézményi pályázat az azt jelenti, hogy akkor maga az intézmény, az óvoda, az iskola úgy vesz részt a digitális témahéten, hogy több pedagógus és több osztálynyi tanuló dolgozik azon a témán, és egy nagyobb szabású projektet valósítanak meg. Erre is volt példa az elmúlt években. De ebben egy kicsit változott az elmúlt évekhez képest, tehát azt mondtuk, hogy intézményi az a pályázat, ahol tehát több pedagógus, több osztálynyi tanulóval dolgozik együtt, tehát nagyobb szabású és nagyobb hatású projektről beszélünk. Hogyha mondjuk két pedagógus egy csoporttal dolgozik, az a pedagógus pályázat kategóriájába tartozik. Minden esetben a pályázati kiíráshoz csatoltunk egy úgynevezett projektterv sablont. Hogyha megnézitek a digitális témahét.hu-n, akkor a lap alján láthatjátok, hogy van egy letölthető Word-ben levő sablon, és ezt ajánljuk használni a pályázati anyagban. Általában azt szoktuk mondani, hogy nem kötelező, de ajánlott. Azért, mert ez a sablon segít benneteket abban, hogy mindazt megmutathassátok a projektből, ami aztán az értékelésben sokat nyom alatban, plusz abban is segít, hogy jól megtervezzétek a projektet. Tehát ez egy segítség inkább számotokra. Feldaraboltam ezt a sablont több részre, és ezeket látjátok itt ezeken a diákon. Ugye először az alapadatokat kell megadni, hát itt semmi bonyolult nincsen, ide kell leírni, hogy ki az, aki készítette, mi a projekt címe. A projekt címe az nem ugyanaz, mint a témája, tehát valami jópofa, izgalmas címet érdemes kitalálni. Aztán az összefoglalás, itt egy röviden kell elmondani, hogy mi történik, mik a tevékenységek, mik a főbb célok, és tulajdonképpen milyen eredményekkel zárul ez a projekt. Aztán tantárgyak, évfolyamok, időtartam. Ugye itt azt szoktuk mondani, hogy akkor időben akkor fogadható el a digitális témahéten a projekt, hogyha legalább 5 tanórát lefed. Itt most a digitális munkarend idején a tanóra az kicsit bonyolultabban értendő, de mondjuk, ha közösen dolgoztok a gyerekekkel 5 tanóra
tornórányi időtartamban az körülbelül megfelelne ennek a minimum feltételnek. Egyébként úgy is többet dolgoznak, hiszen a gyerekek egyénileg is, csoportosan is dolgoznak, de kell ennyi kontaktidő arra, hogy a pedagógusok segíthessenek a folyamatokban, ugye, hiszen a projektben nem ők dolgoznak egyedül, de az ő feladatuk inkább a támogatás, az értékelés és a projekt irányítása. Itt lehet tehát az időtartamnál részletezni azt is, hogyha plusz, tehát a, hogy mondjam, a kontakt időn kívül még mennyit foglalkoztak vele az iskolán kívül, vagy akár az otthoni tanulás során a gyerekek. Ismét jelzem, hogyha kérdésetek van, akkor a chatben írjátok nyugodtan. A következő része a sablonnak, az a pedagógiai alapokat tartalmazza, itt három kitöltendő rész van. A tartalmi követelményekben kell leírni, hogy tulajdonképpen mik voltak azok a tantervi célok, amelyek a projektet életre hívták, tehát melyek azok a témakörök, amelyeket a tanulóknak a projekt végére át kell tekinteniük, mi az, amit megtanulnak, tantervi célok ezek, tehát nem tudom, meg kell tanulniuk a sebesség, a gyorsulás, meg az erő fogalmát, ilyenek. De természetesen ezt le lehet rövidíteni, és lehet hivatkozásokat tenni, tehát nem kell ennek nagyon hosszúnak lennie. Hivatkozásokat mire? Hát a tantervre, főleg a keret tantervre, vagy kinek milyen tanterve van. Aztán jönnek a tanulási célok, tanulási eredmények. Ez a készségfejlesztésre vonatkozik, míg az előbb a tartalom volt. Itt a készségek vannak. Tehát itt nagyon lényeges, hogy milyen készségeket fejleszt ez a projekt a gyerekekben, és itt ez a többféle készség között meg kell, hogy jelenjen a 21. századi készségek között a digitális kompetencia is, tehát itt mindenképpen szerepeltetni kell, és nem csak ettől lesz benne persze, de itt mindenképpen benne kell, hogy legyen, és ahogy mondtam korábban, a zsűri ezt értékeli majd, hogy valóban azok a tevékenységek, amelyeket megvalósítottak a projekt során, tényleg digitális kompetencia fejlesztésre utalnak-e. Ezért kell jól dokumentálni, majd mondom később. Szükséges készségek, talán egyértelmű, hogy itt mire gondolunk, mi az, ami kell ahhoz, hogy ezt a projektet megvalósítsák, vagy lebonyolítsák az iskolában. Nem titkolt célunk az, hogy a legjobb projekteket mások számára is megosszuk, mint ahogy mind a mai napig az elmúlt években a jól dokumentált jó projektek, amelyek elérhetők valamilyen formában még mindig a honlapjukon, azokat szoktuk ajánlani, most is fogom. Tehát az a cél, hogy ha egy tanár megnézi egy másik tanár projekttervét, akkor akár abból tanulva ő is csináljon egy hasonlót. A következő egy picit bonyolultabb rész, de már sokszor beszéltünk róla, talán nem lesz olyan veszélyes. Ezek a célrendszert kifejtő kérdések, minden projektnél van egy úgynevezett alapkérdés, van projektszintű kérdés, vagy projektszintű kérdések, és vannak úgynevezett tartalmi kérdések. Tartalmi kérdésekből rengeteg van. Az alapkérdés tulajdonképpen egy ilyen olyan inspiráló, nagyon nagyívű, rendkívül, hogy mondjam, már-már a közhelyességet súroló kérdés, ami
ezekre úgy felfigyelnek az emberek, és olyan kérdés ez, amely az ember érdemes, hogy feltegyen időről időre. Nézzünk át a projektszintű kérdésre. A projektszintű kérdés is egy komoly kérdés, olyan kérdés, amit nem lehet elintézni két szóban, viszont az már sokkal konkrétabb, mint az alapkérdés. Itt a példában az alapkérdés az, hogy hogyan változik a Föld. Ugye ez egy érdekes, inspiráló, nagyívű kérdés, de ebből még senki se tudja kitalálni, hogy miről szól a projekt. Ugyanaz az alapkérdés sok projektnek lehet az alapkérdése, sok különböző projekté. A projektszintű kérdés viszont az, hogy miként alakítják a vulkánok a Földet. Ebből derül ki, hogy a projektünk a vulkánokról fog szólni. És akkor tehát, ahogyan változik a Föld, az lehet bármi másnak is, hát nem bármi másnak, de például egy jó kis, mondjuk egy környezetvédelemmel kapcsolatos projektnek is lehetne mondjuk az alapkérdése. A projektszintű kérdés megválaszolása se könnyű. Azt szoktuk mondani, hogy maga a projekt kell ahhoz, hogy a gyerekek jártasságot szerezzenek benne, és aztán már meg tudják válaszolni, de ez se olyan, amit egy-két mondatban le tudnának írni egy papírra. Nem így a tartalmi kérdések, abból csak mutatóba kell ide egy párat beírni, tehát nem kell leírni az összeset, 4-nél semmiképp ne legyen több. Az arra utal, hogy a projektben milyen egészen konkrét tartalmi kérdések merülnek fel, mikre fogja megtalálni a gyereke a választ, tehát milyen típusú vulkánok vannak, mi a láva, milyen vulkanikus kőzeteket ismer, és így tovább. Tehát olyan kérdések, amelyeket a gyerekek megtalálnak nagy örömmel a dolgozatokban, tehát ilyeneket szoktunk megkérdezni tőlük a témazáró dolgozatban. Például. Tehát ezek már a projektnek a apró pénzre váltását jelentik. Itt már visszautalok arra, hogy a tantervi követelmények micsodák, hát ezek, amik itt visszaköszönnek. A következő része a sablonnak, amit tehát még egyszer mondom, letölthető, és Word-ben van, és szerkeszthető. Fel kell vázolni, hogy hogyan ment a projekt során az értékelés. Ez ha visszagondoltok, az elején a projektségnek a kritériumára utal vissza, tehát az, hogy a projekt végi egész ideje alatt kell, hogy legyen valami fajta értékelés. De ne ijedjetek meg ettől, mert az értékelés alatt sokszor a kollégák ilyen dolgozatjavításra gondolnak, de ne erre gondoljatok most, mert nem erről van szó, hanem arról, hogy kapnak-e valahogyan a gyerekek visszajelzést arról, hogy ők hogyan dolgoztak. Három időszak van a projektmunka megkezdése előtt, a projekt munka alatt, valamint a projektmunka végén levő időszak, és ide le kell írni azokat az eszközöket, amelyekkel értékeljük a gyerekeket, nem számon kérjük, nem jegyet adunk, hanem értékeljük, azaz visszajelzést adunk arra, hogy jól csináltak-e vagy sem. Nagyon sok jó példa van, majd mutatok néhány mintát, ahol megtaláltok jó ötleteket. Ilyenekre gondoljatok itt, hogy nagyon sok dolgot lehet használni értékelésre akkor, hogyha a gyerekek azon közben, vagy annak használatakor kapnak valamilyen visszajelzést
arra vonatkozóan, hogy hogy dolgoznak. Lehet, hogy az a tanártól jön, lehet, hogy az egy másik gyerektől jön, de az is lehet, hogy önmagának jelez vissza, tehát egy ilyen önreflexió is lehet. Tehát például a projektmunka megkezdése előtt lehet, hogy megtudják a gyerekek, hogy mit tudnak és mit nem. Például az egy nagyon jó dolog. Lehet, hogy ez egy ötletbörzén, lehet egy vitán, lehet, hogy egy gondolattérkép készítésekor fog kiderülni. A munka során nagyon sokszor lehet, hogy a gyerekek valamit létrehoznak. Ha adunk mellé egy ellenőrző listát, amiben fel van sorolva, hogy mire figyeljen oda, miközben dolgozik, az egy értékelő eszköz, nagyon jó értékelő eszköz. És közben nincs ott a tanár, tehát nem arról van szó, hogy a tanárnak mindenhol oda kell szaladni. Különösen most nem is tud oda szaladni. De digitálisan bárhova oda lehet szaladni, persze. No, ezen kívül az is lehet persze, hogy aztán mondjuk egy prezentáció, vagy kis előadás, vagy egy bemutató során a gyerekek kapnak egymástól visszajelzést, tehát értékelik, mondjuk egymást is visszajelzést adnak, és nagyon is lehet, hogy a projekt végén van egy témazáró dolgozat. Tehát lehetséges, hogy akár egy ilyen helyzet is lehet. Hogyha látjátok, a formatív értékelést írtam nagybetűvel, az a jó, hogyha minél több formatív, tehát fejlesztő célú értékelés legyen, és minél kevesebb a szummatív értékelés, de valószínűleg sok szummatív értékelést nem fogtok tudni behúzni egy projektbe. Itt lehet egy olyan téma, például egy quiz, vagy egy teszt. A teszt általában egy szummatív értékelési forma, de mondjuk, ha a quiz formájában történik, és megbeszéljük, és adunk visszajelzést a gyerekeknek, és nem a jegyadás cél, akkor ezt formatívan lehet alakítani, és erre szeretnék bíztatni mindenkit. Itt nézzük tovább. A projekt meneténél a módszertani eljárásoknál kell leírni, hogy mi történik a projektben. Úgy legyen ez megfogalmazva, hogy egy külső szemlélő, a zsűritagok értsék, lássák ezt az egészet. Szabad beletenni illusztrációt, szabad beletenni képernyőképet, szabad beletenni fotót is. Csak azért, hogy lássa az értékelő, hogy itt mi történik. Ide tettem a végére a ilyeneket, hogy milyen technológia, meg milyen egyéb források alkalmazása történt. Hát ezeket most nem mesélném el, mert ez egyértelmű. Nézzük meg, hogy hogyan érdemes dokumentálni, mit mondanak a rejtélyes titkos akták, amiket csak most nyitottunk meg, hogy elmondjuk nektek. Hát az egyik az, hogy fontos, hogy legyen sok fotó, jól jön, ha videó is van, és ezek fölkerülnek valamilyen publikus honlapra. Ugye a honlap alatt azt értem főképpen a legjobb, hogy az iskola honlapján van. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert azt szeretnénk az iskolának a partnerei is látnák, hogy itt tényleg érdekes munka zajlik, itt van egyfajta mozdulás a digitális kompetencia fejlesztés irányában, az iskola részt vesz a digitális témahéten, és hát az iskoláknak van honlapja, úgyhogy oda érdemes föltenni, föllinkelni, és az a jó, hogyha felkeresse az iskola honlapját, ezt valahogyan könnyen meg lehet találni. Nekünk
sem képeket, sem videókat nem kell beküldeni egyáltalán, mi nem őrzünk ilyeneket, de megnézzük a belinkelt anyagokat. A legtöbb jó projekt esetében még mindig megvannak évekre visszamenőleg ezek az anyagok. Felszokott merülni az a kérdés, hogy az iskola által működtetett Facebook oldalra föl lehet-e tenni ezeket. Egy piros vonallal jeleztem, hogy nem tanácsoljuk. Pont amiatt, hogy ami oda felkerül, aztán ki tudja, hogy elérhető lesz-e, és kinek később. Az nem arra van, egyáltalán is oktatásra van a Facebook, úgyhogy jó lenne, ha az iskola honlapján lenne ez, vagy az iskola honlapjáról egy mondjuk projekt célokra létrehozott honlapon, kinek mennyire nehéz ezt megcsinálni, de talán a legkönnyebb egy gyűjteményt föl lehet tenni, és akkor be lehet, tehát egy oldalt lehet készíteni, és akkor oda be lehet linkelni képgyűjteményt, vagy videókat, vagy dokumentumokat, amik születtek. Még egyszer mondom, a Facebookot nem tanácsolom. Itt figyelni kell arra, hogy a kép és képek és videók, azok fejezzék ki azt, hogy mi történt a projektben. Tehát, hogyha például le van írva, hogy ez, meg ez, meg ez történt, az vissza kell, hogy köszönjön a képekben, a dokumentációban is. Hogyha több minden történik egy projektben, már pedig több minden történik, akkor az a több minden látszódjon a képeken is. Tehát az nem jó dolog, hogyha mondjuk 5 napig tart a projekt, és az első napon készülnek fotók, az fölkerül, a többiről meg nincs semmi. Tehát jó, ha minél több minden látszik, és a fotókat megnézve, meg a videókat mindig azt szoktuk megkérdezni, hogy látszik-e, hogy a gyerekek dolgoznak rajta. Látszik-e, hogy ők vannak a főszerepben, látszik-e, hogy ők alkotnak, ők tevékenykednek. Ne talán még egymással együttműködve. Ez jó, ha látszik a képeken. Nem azt mondom, hogy enélkül semmi nincsen, de ez nagyon jót tesz a pályázatnak. Itt a díja szélén találhatók jelek. Az első, a C betű arra utal, hogy figyeljünk a projekt dokumentációja során a szerzői jogokra, tartsuk azokat tiszteletben. Ajánlom, hogy használjuk a Creative Commons szerzőjogi rendszert, ez azt jelenti, hogy használjunk olyan tartalmat, ami ingyenesen publikálható, vagy felhasználható, és még egy nagyon fontos dolog, bár ezt azt gondolom, hogy nem kell mondani, de azért megemlítem, ez a zöld ilyen kis pajzs, benne egy kicsi ember, meg egy nagy ember, ez arra utal, hogy itt gyerekekről van szó, a gyerekekről sem képi, sem videós felvételeket az ő engedélyük, vagyis szülői engedély nélkül ne használjunk fel, ne tegyük ki. Ugye erre van az iskoláknak mindenféle metódusa, bízvást sok iskolának most ebben a digitális munkarendben az otthon készített videók felhasználásával, képeik felhasználásával kapcsolatban is van már egy ilyen metódusa. Erre figyeljünk oda, nem miattunk, hanem a gyerekek érdekében. Hogyha az iskolának nincsen működő honlapja, akkor érdemes keresni egy megoldást, ahol mégis meg lehet tenni a dokumentációt, úgy, hogy tartósan elérhető legyen, és azt a valamit lehet aztán belinkelni akár a Facebookra is, de ne a Facebook legyen erre a fő forrás, hogy lehet ezt megoldani, tehát hogy hova lehet így feltenni ilyen tartalmakat, abban
nagyon szívesen segítünk, és itt mondom el, hogy a dth@dpmk.hu-n levő levelekre időről időre válaszolni szoktunk, és segítünk ebben is. Az is egy megoldás, hogyha egy olyan tárhelyre tesszük föl, amit megosztunk, tehát Google Drive, vagy OneDrive lehet, vagy akár össze lehet dobni, a gyerekek össze tudnak dobni gyorsan egy honlapocskát valamilyen ingyenes honlaptervezővel, és akkor azt is ki lehet tenni. Tehát ez biztos, hogy nem lehet akadály, hogyha az iskola pályázni szeretne. Nézzük meg, hogy mi van a pályázati űrlappal. A pályázati űrlap már nem hosszú, hiszen egy csomó része teljesen egyértelmű. A pályázati űrlapon van tulajdonképpen három olyan pont, ahova be kell írni, hogy egyrészt a hatodik, hogy hol érhető el a projektdokumentáció, ez, amit most mondtam. Itt gyakran több linket is betesznek a kollégák, akár úgy, hogy itt van a projektterv, itt van ez, itt van az, tehát ide linket kell megadni, iskolai honlap linket, vagy Google Drive linket, vagy valamit. Aztán a hetesben a projekt bemutatása röviden, itt tényleg röviden, itt be lehet kopizni, amit a sablonban az összefoglalóhoz írtunk. És a 8-asban pedig a digitális technológia, hogy miket használtak a gyerekek a munka során. Ne felejtsük el, hogy érvényes pályázat csak akkor lehet, hogyha az iskola regisztrált a digitális témahétre, a digitalistémahét.hu-n. Hát ez nem egy bonyolult dolog, hanem ellenkezőleg. Úgyhogy azt hiszem, ez nem lesz akadály. És arra vigyázzatok, hogy nem május 35 a beadási határidő, hanem május 31. Jó? Ez nagyon lényeges, és hát éjfél. Nézzük meg, hogy mit lehet nyerni, most jön a kellemes része. Vannak fő kategóriák, fődíjak, ha úgy tetszik, ezeket a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ajánlja fel minden évben. Ebben az évben a pedagógus pályázat esetében a fődíj 200 ezer, első díj 200, második díj 150 ezer, harmadik 100 ezer forint értékű az oktatásban használható eszköz. Mit jelent ez egészen pontosan, hogy kell ezt elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy aki nyer, annak azt mondjuk, hogy te nyertél mondjuk 150 ezer forint értékben eszközt, és adunk egy listát, amiből kiválaszthatja, hogy mi legyen az az eszköz, inkább szeretne mondjuk egy laptopot, vagy helyette szeretne mondjuk két tabletet, vagy egy hangszórót, vagy három mikrobitet, vagy ilyesmi. Nem végtelen lista ez, hanem olyan lista, amik az oktatásban jól használható, és általában értékesebb eszközök lehetnek. Iskolák esetében ugye ez 400, 300, 200 ezer forint, itt például akár 3D nyomtató is lehet, vagy Lego robot készlet. Szóval nem az van, hogy valaki nyer, és aztán meglepődik, hogy kapott egy nagy virágcsokrot, hanem megbeszéljük, hogy minek örülne. És hát jelen esetben ugye a díjátadó az online, digitális, virtuális díjátadó lesz, ahol majd elő is fognak adni a győztesek, de hát nem élőben, hanem így, ahogyan mostanában szoktuk ezt csinálni. Úgyhogy a díjakat is nagyon szimpatikus futárok fogják valószínűleg eljuttatni. Az együttműködés külön díj és a projektötlet pályázat idén új,
Az együttműködés külön díjban két egymással együttműködő, egymással ténylegesen együttműködő iskolát jutalmazunk 150-150 ezer forint értékben, és a projektötlet pályázatnál pedig itt projekt ötleteket, nem teljes projekt, kidolgozott projekt terveket, megvalósult projekteket várunk, hanem ötleteket. Itt három nyertes lesz, 50 ezer forint értékű eszközt fognak kapni. És akkor itt vannak a külön díjak. A külön díjak száma az itt látható 9-hez képest 11 volt, de kettőnek már lejárt a beküldési határideje, és az egyiknek éppen most zajlik az értékelése a pénziránytű tanári díjnak. A többiről pedig készült egy videó, amely bemutatja, hogy mit lehet nyerni. Ezt most megmutatom. És akkor végül szeretnék néhány hasznos linket mutatni, hogy honnan lehet inspirálódni még egészen nyugodtan. Inspirálódni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy na jó, hát most fogom elkezdeni, még bőven van ideje még projektet is megvalósítani, tervezni, de akkor is, hogyha valaki még a projekttervét szeretné egy kicsit csiszolgatni. Az egyik az, hogy a projekt módszertannal kapcsolatban volt már több webinárium, legutóbb még a digitális munkarendben, itt látható a bal felső sarokban. Ha YouTube-on beírjátok, hogy digitális témahét, ott van a csatornánk, és ott meg lehet nézni, hogy hol található ez a videó, és meg megtekinthető, ha valaki még nem látta. Említettem a digitális témahét ötlettárat, említettem azt, hogy a digitális témahét.hu-n találtok egy csomó inspirációt és egy csomó mintaprojektet is, ebből a 12 projektötletből csak három fért ide erre a diára, de ha beírjátok, hogy digitalistemahit.hu, és ott a tudásbázisra kattintotok, akkor megtaláljátok ezeket a projektötleteket, és ezen kívül egy egészen újat is, a módszertani leírások kategóriát keresve megtaláljátok Kis Andrásnak a Robotópia című projekttervét is, ami egészen friss és ropogós, nemrég került föl, és ott ezek mind azért érdekesek, mert minden projektterv letölthető, megnézhető, és ezekből tanulni lehet, egy csomó ötletet lehet meríteni. És készült egy véglet válogatás, digitális témahét projektek címmel,
ahol minden, amit itt említettem, az mind elérhető, és azok az elmúlt években megvalósított projektek is, amelyekben meg lehet nézni, hogy ők hogyan dokumentáltak, valamit biztos jól csináltak, ha sikeresek lettek. Köszönöm szépen a figyelmeteket!